A Városháza dísztermében tartotta meg alakuló ülését a Karcagváros önkormányzatának képviselőtestülete. Az eseményen dr. Karádi László, a Helyi Választási Bizottság elnök helyettese ismertette a 2024-es önkormányzati választások eredményét. Elsőként a megválasztott képviselők, majd városunk újra megválasztott polgármestere Szepesi Tibor tette le esküjét. Én, Szepesi Tibor. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. Jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. Polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat. Polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat. Karcag városa fejlődésének előmozdítása érdekében. Karcagváros fejlődésének előmozdítása érdekében. Lelkiismeretesen teljesítem. Lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Istenem, megmutass segítséget. A képviselőtestület elfogadta a szervezeti és működési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosítását, és megválasztotta az önkormányzat bizottságainak elnökei tagjait. Az ügyrendi és jogi bizottság elnökének dr. Kanász Nagy Lászlót, a pénzügyi és fejlesztési bizottság elnökének Nagyné László Erzsébetet, az oktatási és kulturális bizottság elnökének dr. Pintér Zoltán Árpádot, az idegenforgalmi, társadalmi és külkapcsolati bizottság elnökének Kunné Nánási Mónikát, a szociális és egészségügyi bizottság elnökének Karcagi Nagy Zoltánt, a mezőgazdasági és környezetvédelmi bizottság elnökének Molnár Pált, az ifjúsági és sportbizottság elnökének Birizló Csabát, a közbeszerzési bíráló bizottság elnökének pedig Molnár Pált választotta a testület. A képviselőtestület Gyurcsák János képviselő urat Karcagváros főállású alpolgármesterének választotta. Én, Gyurcsák János, becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Hogy Magyarországhoz. Hogy Magyarországhoz. És annak alaptörvényéhez hű leszek. És annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom. Jogszabályait megtartom. És másokkal is megtartatom. És másokkal is megtartatom. Alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat. Alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat. Karcagváros fejlődésének előmozdítása érdekében. Karcagváros fejlődésének előremozdításának érdekében. Lelkiismeretesen teljesítem. Lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segítsen. Az ülésen Sári Kovács Szilviát polgármesteri főtanácsossá választotta a testület, Pánti Ildikót pedig Szepesi Tibor polgármesteri tanácsossá nevezte ki. Legközelebb október 29-én kedden ülésezik az újonnan megalakult képviselőtestület. A Karcag Televízió valamennyi munkatársa nevében sikeres és eredményes munkát kívánunk Szepesi Tibor polgármesternek és minden megválasztott képviselőnek, bizottsági tagnak.